A gazdaság 9,1%-kal bővül jövőre, ezt is tartalmazza a 2013-as költségvetés, amit elfogadott az országgyűlés. Eszerint az infláció 5,2% lesz. Orbán Viktor a zárószavazás után közleményt adott ki, melyben azt írja, szerinte a 2013-as költségvetés rendezte az állam pénzügyeit. A kormányfő egyben megköszönte Matolcsy György munkáját. Az országgyűlés a törvényjavaslatot 248 igen, 79 nem és egy tartózkodó szavazattal elfogadta. Döntött a többség, fél éves vita után megvan a költségvetés. A kormánypártok és a miniszterelnök amellett érveltek, hogy a büdzsé garantálja az államadósság csökkentését és megteremti a hosszú távú tartós növekedés alapjait. Az elmúlt fél év összes vitája arról szólt, hogy meg lehet-e valósítani úgy a költségvetést, hogy a hiány 3% alatt van, az államadósság csökken, és a munkahelyvédelmi akcióterv is megvalósul. Én azt gondolom, fél esztendő vitái után a mai napon bebizonyítottuk, hogy meg lehet így valósítani. Az ellenzéki pártok kevésbé bizakodóak, az LMP szerint valótlan adatokra építették a költségvetést, a Jobbik pedig jogalkotási, gazdaságpolitikai és morális okokból nem támogatta azt. Az MSZP szerint a több mint 800 milliárdos megszorítást tartalmazó büdzsé miatt jövőre folytatódik az elszegényedés. Ez a költségvetés nem szolgálja az ország felemelkedését, nem szolgálja az ország stabilitását, és nem szolgálja sajnos az országgal szembeni bizalmat sem. Ezt a költségvetést ez év júniusában úgy terjesztette be a miniszterelnök, hogy a sarokszámait kőbe vessék. Azóta 6-szor írták át ezeket a számokat. A költségvetési tanács szerint 3% alatt maradhat a hiánycél, ha a tartalékokat jövőre nem használják másra, mert már most láthatók olyan kockázatok, amelyek kezeléséhez erre lesz szükség. A költségvetés elfogadása után januárban újabb hivatalos tárgyalások lesznek a Nemzetközi Valuta Alap küldöttségével Budapesten. Erről Varga Mihály hiteltárgyalásokért felelős miniszter beszélt. Erre reagálva az IMF budapesti irodájának vezetője közölte, valóban küldöttség érkezik januárban, de nem tárgyalni, hanem ellenőrizni jönnek, mégpedig a 4 évvel ezelőtti hitelprogram teljesítését.